Az uniós támogatásból megvalósuló beruházással nyolc településen oldódott meg a szennyvízelvezetés problémája, emellett megújult a Baktalórándházi szennyvíztisztító, valamint Apagyon és nyíri bronyban is egy új telepet alakítottak ki. A közműfejlesztéssel csökken a levegőbe, talajba, valamint a talaj és rétegvízbe jutó károsanyag mennyisége. Nagy örömünkre nyolc településnek a szennyvíz beruházását sikerül megvalósítanunk. Ez a beruházást 2011-ben kezdtük el megpályázni. A kivitelezés 2013-ban kezdődött el. A beruházás nagyságnagyja -e pedig 6,5 milliárdos. A forrás összetétele az uniós forrásból valósul meg 95%-ban, és hazai forrás van még PM önerő alapból, így összességében több mint 98%-os a támogatottság a beruházásnak. A hiányzó önerőt lakosság, illetve önkormányzati hozzájárulásból biztosították a beruházásban érintett települések számára. Ez a beruházás 7000 családnak oldja meg a 8 településen a szennyvíz elvezetési gondját. Nyilván a legfontosabb a környezetvédelmi előnyök, amit ez a beruházás megteremt. Folyamatos a rákötés, ahogy a beruházás halad, jelenleg egy olyan 60%-os nagyságrendű a rákötések száma. A háztartások folyamatosan csatlakoznak a hálózatra, július végétől már 100%-ban biztosítottá válik a lakosok számára a szennyvízhálózatra való rákötési lehetőség.